Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez a forrás van számodra vagy számotokra, hanem képek is. A mai napon megjelent két kép szerintem összefügg egymással. Az első képen volt egy szomorú hölgy. Úgy lefele tekintett, előtte egy asztal és egy levél. Én úgy éreztem, itt van egy rossz hír, ami ezt a hölgyet szomorúvá tesz. Ez a papír, ez lehet egy szerződés vagy egy dokumentum is. A második képen volt egy szemüveg, úgy a levegőben. És én úgy értelmeztem a képeket, ha jön egy rossz hír, akkor nézzük másképp a dolgokat. Kell ez a szemüveg, lehet, hogy ez megvilágít valamit, és akkor átlátunk a dolgokon. Valamit másképp kellene tekinteni. Hogy látod te a képeket, leírhatod a kommentárba. Ha szeretnél kérni egy ilyen személyes képet, vagy egy üzenetet a Bibliából, ez e-mailen keresztül megrendelhető, a díjam 4000 forint. És most kinyitom a Bibliát. Itt kapok szavakat, vagy egy mondatot, egy időben gondolatokat is, és így alakul ki ez a kommunikáció, hogy mi jön, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Ezen az asztalon volt egy hír. Ez a mondat összefüggésben áll a képekkel, és én úgy gondolom, hamarosan kapsz egy fontos hírt. Előfordulhat, hogy úgy, ahogy a képen láttam, ez elszomorít téged. Ne légy szomorú, ne légy áldozat, hanem vizsgáld át a dolgokat. Később tudni fogod azt, hogy miért volt így. Ne sírj, hiszen lesz megoldás. Ez olyan, mint egy függöny, nézd át ezen. Nézd meg azt, hogy mi van a függöny mögött. Szerintem ez is összefügg a képekkel, ez a szemüveg. Hogy nézd másképp a dolgokat. Valami fogva tart téged, de ez nem marad így. Légy bölcs, és járd a saját életutadat.
Van két lehetőség. Hamarosan döntést fogsz hozni. Amit jelenleg nézned kell, amire oda kellene figyelni, ne légy szomorú és ne sírj. Ne küzdj! Minden úgy lesz a jövőt illetően, ami fontos számodra. Te jó úton fogsz járni. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!